Az ukrán családok a háború miatt akár a költségvetésük negyedét is elveszíthetik, közölte a Világbank kelet-európai regionális igazgatója Arub Banerji az Interfax Ukrajinának adott interjújában. A szegénység a legrosszabb esetben 2023-ban elérheti az 58 százalékot, mondta Banerji. Emiatt a Világbank szerint még többen lesznek kénytelenek szociális segélyért folyamodni. A regionális igazgató arra figyelmeztetett, hogy amennyiben csökkentik, a szociális kiadásokat, az katasztrofális következményekkel járhat az országra nézve. A Világbank csak nem 100 millió dollár értékű kölcsön készül Ukrajnának nyújtani, hogy támogassa a belső menekülteket segítő programot a hadi állapot idején, emlékeztetett Banerci.